Kedves kertbarátok! Most szeretném bemutatni nektek, mint a biokertünknek, a gyümölcsös részlegét. Itt ugye teljesen vegyesen raktuk be a gyümölcsfákat, blokkokban az almás termésűek, és blokkokban a csonthéjas termésűeknek a részét. Ezt azért csináltuk, mert a különböző betegségek, komoly betegségek, például az almásoknak a tűzelhalása egy kicsit így a csonthéjasokkal blokkolható. Tehát, hogy átmenjen, ha véletlen valahol bejön, átmenjen a másik, az elég jó blokkolható. És ugyanígy az ágelhalásos monília által különösen veszélyeztetett kajszi és megyfák szintén kicsit blokkolva vannak ezekkel az almás termésűekkel. De ugye a legfontosabb probléma általában a hobbi kerteseknél a gyomirtás. A gyomirtással a biokertészek nem foglalkoznak. A gyomirtás azt jelenteni, hogy nulláról indítjuk a szukcessziót, nulláról indítjuk a gyomokat, és ahányszor nulláról indítjuk, mindig a legdurvábbak fognak előtörni, ilyenek mondjuk a parlagfű vagy a szőrös disznóparé. Mit teszünk mi ez ellen? Hát mi azt tesszük, hogy a felületet felülvetjük, tehát nem kapáljuk ki az egészet, nem gyomírozzuk, hanem meglazítjuk a talajt, de úgy, hogy az eredeti gyomflórát csak kismértékben gyérítjük. Majd a tavaszi időszakban, tehát erre csak március és szeptember alkalmas, egy fű és here keverékkel, ez azt jelenti, hogy fehér here, vörös here, bíbor here, tehát ezeknek a keverékével felülvetjük a talajt. Itt látható, hogy idén ez egy homoktalaj, rendkívül száraz tavasz volt, és ezért a fűfélék elég gyatrán keltek. Nem így a herefélék. Tehát itt mindenféle, ez vörös here, ez fehér here, tehát többféle here itt egy blokkban ugye kell. Ez nagyon szépen lombosodni fog, és a talajt szépen el fogja takarni, tehát magyarul egy erős gyomelnyomó hatása van, mindemellett ugye nitrogénnel is segít ellátni a talajt. Itt a többi gyomot nem húzigáljuk ki, semmi ilyet nem teszünk, persze nem igaz ez mondjuk erre, ami egy csattanó maszlag, tehát ez egy karanténgyom, ezt ki kell, hogy tudják onnunk szedni, és hát vannak olyanok is, mint például az iszalag, ami pedig szintén ki kell szedni, mert nagyon el tud szaporodni. És mi a feladat ezzel? Ez, illetve hát itt is van egy acat, tehát ezt szépen kiszedjük, erre külön célszerszám is van, de igazából ezzel is megoldható. Ezt kidobjuk. Magyarul szelektáljuk a gyomokat, ami nekünk nagyon komoly problémát okoz, azt kiszedjük. Ami nem okoz olyan komoly problémát, azt itt hagyjuk, mert ez egy természetes gyomflóra, egy természetes növénytakaró. Mit csinálunk akkor vele mégis, hogy ne érjen eddig, és ne szívja ki az összes energiát a talajból? Ezt kaszáljuk. Persze lehet fűnyíróval is, lényegtelen az eszköz. A lényeg az az, hogy szépen vágjuk, és hogyha ezt vágjuk, akkor meg tud erősödni alul ez a here, illetve a gyep, tehát a fű. Mit teszünk, hogyha ilyen év van, mint most, hogy hiába vetettük el időben márciusban a fűféléket, a fűkeveréket, nem kelt ki, vagy nagyon rosszul kelt ki. Hát ilyenkor nem tudunk más tenni, mint szépen alacsonyan tartjuk ezt a gyomtakarót, és szeptemberben felülvetjük, de akkor már csak fűfélékkel, tehát akkor már csak a gyep részt erősítjük meg, és ennek az a lényege, hogy időt kell adnunk egy megfelelő flóra kialakulásának, tehát időt kell adni, ez azt jelenti, hogy szépen tisztító kaszálásokkal erősíteni kell azokat a növényeket, látszárú növényeket, amelyeket mi szeretnénk, hogy itt legyenek, illetve ha kevés fogta meg belőle, akkor márciusban vagy szeptemberben felülvetjük. Pontosan március és a szeptember, pontosan a nedvesség miatt,
mert ugye olyankor általában még kap megfelelő esőt. Sajnos ez a tavasz pont egy kivétel volt. Köszönöm, hogy meghallgattak.